A legkisebbek műsorával vette kezdetét a Dombóvári Margaréta Református Óvoda 20 éves jubileumi ünnepsége. Az intézmény jelenleg teljes létszámmal működik, 125 gyereket fogad 5 csoportban. Somogy, Tolna és Baranya vármegyéből is járnak ide kicsik, mondja az igazgató. Az egész életünket, a mindennapjainkat átfedi a hitéleti nevelés. Minden reggelünket egy reggeli csendes áhítatos körrel kezdünk, ahol erkölcsi nevelésű, tanítású és bibliai történetekkel is ismerkednek a gyermekek, majd minden étkezést a nap folyamán és végét is asztali áldással kezdünk és zárunk. Heti rendszerességgel egy alkalommal a Dombóvári Református Lelkészsípus előtt Zoltán tartja gyermekeknek a hittan foglalkozást, valamint évente kétszer templomi szolgálatot adnak csoportonként a gyermekek a templomba, vasárnap istentiszteleten. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ő elmondta, hogy az ember életében talán az egyik legmeghatározóbb időszaka az óvodáskor, hiszen az alapvető szocializációs folyamatokat ekkor tanuljuk meg. 20 éve most már református, ez a 49 óta óvodakép működő intézmény, és a tavalyi felújítás után, amit közösen adhattunk át, 2 évvel ezelőtt pedig a református templomnak a felújítása készült el, tavaly elkészült egyébként az evangélikus templom is, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt Dombóváron egy kis protestáns sziget alakult ki, és örülünk annak, hogy az egyházak erősödnek. Hozzátette, örömteli, hogy az egyházak egyre nagyobb szerepet vállalnak az oktatási, nevelési feladatokban. Az ünnepség zárásaként elültettek 20 díszfát, 10 növény a gyerekek gondozásába került, 9 elültetésénél pedig az esemény vendégei végezték el az utolsó simításokat.